Üdvözlöm Önöket, Varga László vagyok, az MSZP elnökhelyettese. Napvilágot látott hírek szerint egyre másra átalakításokat tervez a kormány az önkormányzati rendszer területén. Ezek általában az önkormányzatiság kárára szoktak történni az elmúlt 14 évben. És hát a nehéz költségvetési helyzetben most például az egyik hír az az, hogy sok önkormányzattól a korábban kifizetett előlegét a TOP pluszos forrásoknak most visszatervezi venni a kormány. Tehát nem, hogy további forrásokat próbálna az önkormányzati rendszerbe akár fejlesztésekre fordítani, nem, hogy azért tenne a kormány, hogy végre hazaérkezzenek maradéktalanul az Európai Uniós források, hanem már kifizetett előlegeket tervez visszavonni. Ez nyilvánvalóan káros, ez nyilvánvalóan ellentétes a településeink fejlesztésével, és ezért ez nem is támogatható. Azonban van még egy másik nagyon súlyos hír, ami az elmúlt hetekben sokszor napvilágot látott, és hát az egyik miniszter is beszélt erről a nyáron, hogy a kormány átalakításokat tervez a helyi iparűzési adó rendszerében. Ez egy nagyon fontos bevételi forrása az önkormányzatoknak, tulajdonképpen a magyar önkormányzatiság egyik alapja is forrás oldalon. A hírek szerint elvonhatják az iparűzési adó forrásokat az önkormányzatoktól, és ezt majd valamilyen módon a kormány újraosztaná. Egyelőre konkrét terv nincsen, elég ingoványos talajon állnak itt a magyarázatok a kormány részéről, ugyanakkor valóban az egyik miniszter is beszélt erről a tervről a nyár folyamán. Ugye az tudható, hogy már most is egy részét egyfajta szolidaritási adóként elvonja az iparűzési adónak az állam az önkormányzatoktól. Elvileg ennek az lenne a feladata, hogy a nehezebb sorsú településeken próbáljon az állam ebből a forrásból segíteni, tehát hogy a gazdagabb, nagy bevétel rendelkező településekről, akár az agglomerációjukban lévő kisebb bevétel rendelkező településeknek segítsen. Azonban ez sokszor eltűnik a központi költségvetésben, nem ér célba. Tehát ilyen értelemben a szolidaritási adónak a létjogosultsága is megkérdőjelezhető. Ez a további támogatás elvonás, vagy pontosabban helyi iparűzési adó forrás elvonás azonban végképp nehéz helyzetbe sodorná a magyar önkormányzatokat. Jól látszik, hogy az állami támogatások is elapadtak, hogy az Európai Uniós források nem érkeznek megfelelően. Az ilyen jellegű adóbevétel elvonások pedig tulajdonképpen kiüresítenék végképp a magyar önkormányzatiságot. Jól beleillik sajnos ez egy folyamatba, amit az elmúlt 14 évben láthattunk. A Fidesz kormány folyamatosan központosít, elvon forrásokat, elvon hatásköröket a településektől, főszabály szerint több forrást, mint hatáskört, tehát a feladatellátás egyre nehezebb, és mivel az önkormányzatok vannak a legközelebb a hétköznapokban az emberekhez, ezért ott lakók, a magyar emberek érzik leginkább, hogy a közszolgáltatások színvonala évről évre csökken. Ez nyilván nincs jól így, újra kell gondolni az egész önkormányzati rendszert Magyarországon. A szubszidiaritás elve az egyik legfontosabb Európai Uniós elv, tehát ott kell meghozni a döntéseket, oda kell a forrásokat rendelni, ahol a leginkább közel vannak a szintek, a döntéshozói szintek az emberek hétköznapjaihoz. Tehát ez egy nagyon fontos elv, ehhez erősebb önkormányzatokra lenne szükség Magyarországon, nem pedig a további centralizációra, az önkormányzatok gyengítésére. Ezért határozottan arra szólítja fel az MSZP a kormány, hogy hagyjon fel az ilyen központosító törekvésekkel, és határozottan azt várjuk a kormánytól, hogy végre az önkormányzati rendszer átfogó reformjába kezdjen, adjon több pénzt, adjon több forrást az önkormányzatoknak, adjon több lehetőséget az önkormányzatoknak, hiszen a mi álláspontunk szerint az önkormányzatok a demokrácia utolsó védőbástyái.